2017. február 24-i farsangi bálunkon. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bálunkra meghívott és megjelent kedves vendégeinket mai rendezvényünkön. Tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, igaz, hogy ő elfoglaltsága miatt csak később fog érkezni. Köszöntöm még Tóth Zsolt urat, városi képviselőnket, köszönöm a támogatását. Bordás László urat, a Szabadidőközpont igazgatóját. Körmöndi Andreát, a városi Vöröskereszt vezetőjét. Köszöntöm továbbá társklubok vezetőit és tagjait, először is a vidékieket. Köszöntöm Almás János nyugdíjas klub vezető helyettesét, Ladányi Illésné és klubtagjait Törökszent Miklósról. Köszöntöm Kedgyelről a Ne Felejtsd nyugdíjas klub vezetőjét, Erdei Lászlónét és klubtagjait. Köszöntöm Tiszaföldváról a fegyveres erők és rendvédelmi szervek vezetőjét, Borsi Balást és tagjait. Mezőbeléből a Ne Felejtsd nyugdíjas klub vezetőjét, Virgoszki Mártonné Icukát és tagjait. Mezőhéjből a Mezei Virág nyugdíjas klub vezetőjét, Kecse Lajosné Marikát és tagjait. Örülök neki, Marika, hogy elfogadtátok meghívásunkat, mert én nem is emlékszek rá, hogy így egy ilyen rendezvényen így találkoztunk volna. De nagyon örülök neki, hogy jöttetek. Gyoma Endrődről a Barátság nyugdíjas klub vezető helyettesét, Szulovesz Istvánét és tagjait. Köszönjük szépen. Két Póról, a Nyitott Ajtó nyugdíjas klubtól Fejesné Elzsike vezetőhelyettes és tagjai. Városi klubjainktől Henry Dunát nyugdíjas klub vezetőjét, Szamos Falvin Imrénét, Láncikét és tagjai. Magyar Hallók nyugdíjas klub vezetőjét, Bojkóné Rózsikát tagjai. Szívét nyugdíjas klub vezetőjét, Beregszászi Károlyt és tagjait. Diabét, aztán a cukrosoktól Tolzsásné Itukát és tagjait. A Tisztelet Vasutas nyugdíjas klubból Hajdúné Pannika helyettest és tagjait. Napsugár kultúrkör részéről Papné Rózsikát és társait. A Hagyományőrző nyugdíjas klubtól Herceg Antal és tagjait. És nem utolsó sorban köszöntöm a Városi Nyugdíjas Klub tagjait, és itt is szeretném megköszönni segítségüket, támogatásukat, és én nagyon örülök neki, hogy ebből a régi étteremből ilyen farsangi hangulatot varázsoltak. És köszöntöm még azokat a kedves vendégeket, akik nem tagjai egyik vagy másik klubnak, de jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket. Köszöntöm a zenészeket, a Molnár Duót, Molnár Józsefet és Nyitrai Imrét, akik már több alkalommal gondoskodtak nekünk a jó hangulatról, és gondolom, hogy most is jó, bemelegedtetek egy kicsit a tárctól. És még egyszer köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a farsangi bálunkra. Én egy pár szót mi szólnék a farsangról. A farsang, tudjuk, egy évenként ismétlődő, rövidebb, hosszabb ideig tartó időszak, mely vízkeresztől, hamvazó húshagyó keddig, hamvazó szerdáig, a nagybőt kezdetéig tartó időszak. A farsangot évszázadok óta az evés-ivás, lakodalmak, bálok, disznótorok, maskarás felvonulások jellemzenek. A farsang egy zajos, nevetéssel teli mulatság, melyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. Mint minden jeles ünnephez,
a farsanghoz is hozzátartoznak a jó kívánságmondó és adománygyűjtő szokások, kántálások. Csak egy pár szóval említeném, farsang napja ma vagyon, tyúkot üssenek agyon. Bor legyen az asztalon, hogy a vendég ihasson. Tyúk ide húsos, kalács ide fonatos, rétes ide mákos, garas ide páros. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar néven a farsang farka. Ez a farsang vasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette télbúcsúztató is. Számos országban ekkor rendezik meg a híres karneválokat. Hazánkban a farsang legnevezetesebb eseményét a busójárás. A busójárás télbúcsúztató, oltalmazó, tavaszköszöntő. Mohácson mágián égetik el a telet jelképező koporsót, melynek jelentése, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni. Reméljük, hogy így ez lesz, hisz ma is kellemes szép reggelre ébredtünk. Befejezésül hallgassatok meg egy rövid tavaszváró verset. Jöjj el tavasz, hozd meleget, hozz el minden szeretetet, hozz napsütést, enyhe szellőt, virágokat, bárányfelhőt, hozz vidám madárfüttyöt, csemegének sok gyümölcsöt. Köszöntőmet be is fejezve, kedves vendégeink, kívánom, hogy farsangi mulatságunkon mindannyian érezzük jól magunkat, és mindenkinek a sok tánctól fájuljon meg a lába, mert akkor igazán jól érezte magát, és sokat táncolt. És kívánok mindenkinek még egyszer nagyon jó szórakozást, és megkérem, hogy valaki esetleg kíván-e szólni. Ha igen, akkor esetleg most szóljon, igen. A Mezőtóri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében, rövidebb nevén, ahogy Icanén is mondta, a Közösségi Ház nevében, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rendező Városi Nyugdíjas Klubot, Icanénit, a hozzánk érkezett vendégklubokat más településekről, illetve köszöntöm a hozzánk, illetve az ide látogatott más klubokat is, akik a Közösségi Házban is dolgoznak. Nagyon örülök annak, hogy újra itt találkozhatok önökkel, és hogy ilyen sokan eljöttek erre a rendezvényre, hiszen ez is azt mutatja, hogy milyen összefogás jellemzi mind a városunkban működő civil szervezeteket, klubokat, és hogyha innen kitekintünk, akkor a vidékről érkezettek is nagyon sokan eljöttek, ami azt jelenti, hogy, hogy így mondjam, a mieink azokkal is tartják a kapcsolatot, akik vidékről érkeznek, és úgy gondolom, hogy ez oda-vissza működik. A farsanggal kapcsolatban Ica néni sok mindent elmondott, engedjék meg, hogy ezt hagyom olvassam már fel, ugyanis ugye a farsang nem csak mindig illetve hát a mulatozásról szól, a télűzésről, de ugye azt tudjuk, hogy a farsangnak a kelléke a fánk is. Na most elolvasok egy kis történetet. Miszerint egy bizonyos Krapfen nevű pék elhalálozván műhelyét özvegye vezette tovább. Nem volt könnyű az élete özvegy Krapfennénak, mindazonáltal továbbra is az ő pékségéből került ki a legfehérebb, legfinomabb kenyér, a város legtávolabbi részéből is elzarándokoltak érte az emberek. Ám egy napon valami okból a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók közül kiüres kézzel bosszúsan ment el, kitürelmetlenül várt, s cifrákat mondott. Míg nem a pékné végképp kijött a sodrából, és egy darab kenyértésztát valakinek a fejéhez akarta vágni. Szerencsére rosszul célzott, és a tészta nem az illető képén csattant, hanem a kályhán lévő lábasba pottyant, amelyben zsír forrt. A váratlan következmény az lett, hogy a célját tévesztett tészta néhány perc alatt szép aranysárgára sült, és a véletlen jóvoltából megszületett az első fánk, amit a bécsiek azóta is Krapfennak neveznek. Hát bízom benne, hogy a mi magyar fánkunknak is ez lehet a története. Én mindenkinek jó mulatást, jó egészséget kívánok a mai napra, és köszönöm még egyszer a meghívást is. Ica néni, engedje meg, hogy ezt a kis
ajándékot átnyújtsam a közösségi ház nevében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És még egyszer szeretettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, aki megérkezett. Ezért csokolom, jó napot kívánok! Először is elnézést szeretnék kérni, hogy késtem, de... Egy külföldi útra készülök, és alpolgármester úrral nagyon sok mindent meg kellett, hogy beszéljünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, természetesen elsősorban a rendező Városi Nyugdíjas Klub vezetőjét, tagjait, természetesen minden kedves meghívottat Mezőtúról és vidékről. Tisztelt jelenlévők, ez az első alkalom, hogy találkozunk az idei esztendőben, így ilyen formában. És hát nagyon örülök, hogy a klub élet, a nyugdíjas klubok folytatják tovább a munkájukat. Ehhez én mindannyiuknak nagyon sok erőt és egészséget kívánok 2017-re is. Amit szeretnék elmondani az, hogy az önkormányzatunknak nagyon sok pályázati elképzelése van, és ezek között nagyon sok olyan is van, amely a helyi civil szférának a segítését, támogatását, az ő összefogásukat szorgalmazza, és hogyha ezek a pályázati törekvéseink eredménnyel járnak, akkor azt tudom ígérni 2017-re, hogy az a támogatás, amit önöknek tudunk segíteni, nyújtani ebben az esztendőben, az várhatóan lehet, hogy még nagyobb lesz, mint az eddigi időszakban volt. Természetesen ennek majd a módját, a lehetőségeit egyeztetni fogjuk. Az önkormányzatunk részéről a törekvés az, hogy ezek az értékes közösségek továbbra is tudjanak működni, olyan programokat tudjanak megvalósítani, amely a tagok javát szolgálja, és természetesen a lelküknek is olyan valami plusz nyújtson, ami a szürke hétköznapokat egy kicsit szebbé varázsolja. Úgyhogy én minden jót kívánok a szervezőknek, minden jelenlévőnek, és az önkormányzatunk támogató segítségét ajánlom 2017-re is. A mai napra pedig nagyon jó szórakozást kívánok. Azt már hallottam, amikor Ica néni azt mondta, hogy sokaknak fájduljon meg a lába, hát én is azt kívánom, hogy táncoljanak. Érezzék jól magukat, és nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm a meghívást, és jelképesen átültem ezt a kis kosarat a klub tagjainak, fogyasszák egészséggel, és köszönöm szépen, hogy meghívtak. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen polgármester úr köszöntését, és Bordás Lászlóit is, ezt a jó a fánkkal kapcsolatos történetét. És... Ja, még van. Jó van. Még vannak, még jön köszöntés. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a tiszaföldvári fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjasa és baráti kör egyesület nevében. Mi már több alkalommal voltunk itt a nyugdíjas klub rendezvényén. Nagyon szeretünk ide járni, nagyon jól érezzük magunkat, és most is köszönjük Ilonkának a meghívást, és reméljük, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Mindenkinek kívánok a mai napra jó szorokást, még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen Borsi Balázsnak a szavait. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelent kedves vendéget. Kengyelről érkeztünk a Ne Felejts Nyugdíjas Klub tagjai nevében és a magam nevében. Örömmel elfogadjuk a meghívást, ugye nem először vagyunk itt, remélem nem is utoljára, és remélem megtisztelik majd ők is a mi rendezvényünket, ami hamarosan lesz. És akkor erőt, egészséget, sok sikert, és hát ehhez a kemény munkához erőt, egészséget kívánok. Mert ha náthásak, meg a lábom megfájdul, akkor nem nagyon van erő utána már gondolkodni, hogy hoppá, mit kell csinálni.
Köszönöm szépen a köszöntő szavakat. Kedves Icenéni, a Mezőtúri Szívért Klub nevében szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, és különösen a meghívókat. Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönjük a meghívásokat, és szeretném átadni ezt a Köszönöm szépen a Szívért Klubnak a köszöntő szavait. A Mezőhéki Mezei Virágklub minden tagja nevében sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Külön köszöntjük a vendégüllátók, városi nyugdíjasok tagjait, és köszönjük nektek, hogy vendégüllátok minket. Tudjuk, hogy ez nagyon sok munkával jár. Hát ugye már a február végé napok azok téltemetők szoktak lenni, ezért engedd meg, Icukám, hogy neked egy kis tavaszi virággal kívánjuk minden jót. És ezen a virágon keresztül a klub tagjait is szeretettel köszöntjük. Köszönöm szépen Marikának a köszöntő szavait. A hallássérült klub nevében nagyon szépen köszönjük a meghívást, melynek örömmel teszünk mindig eleget. Úgyhogy köszönjük szépen, további jó egészséget, erőt és sok sikert. Köszönöm szépen a nagyot hallók nevében is a köszöntés. A Hagyományőrző Klub nevében nagy tisztelettel köszöntöm különösen a rendezvény megalkotóját. Úgy gondolom, hogy valamennyien jól fogjuk érezni magunkat, és a jövőben is együtt fogunk tudni dolgozni. Köszönöm szépen a Hagyományőrző Klub nevében a köszöntést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen Ilonkának a meghívást, és fogadja szeretettel a Mezőberényi Ne Felejts Klub nevében ezt a kis virágot. Köszönjük szépen a Mezőberényi Ne Felejts Klub köszöntését. Hát én egy nagyon picit elsiettem a virág idehozását, de nem tudtam, hogy mi a tiszteletes menetrend, így aztán gyorsan felkaptam, mert leragasztva nem volt. A Gyomaendrődi Barátság Nyugdíjas Klub nevében köszöntök nagy tisztelettel mindenkit. Köszönjük szépen a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk, fogad tőlünk szeretettel, klubunk teljes létszáma nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen a Gyomaendrődi Klub nevében a köszöntést. A köszöntések után akkor elkezdjük műsorunkat, és kérem, fogadjátok szeretettel, és először is a Városi Nyugdíjas Klubunknak, mivel én is elkezdtem ugye a farsanggal kapcsolatosan egy kis kántálást, ők majd most folytatják, és fogadjátok szeretettel Sárgini Erzsikét, Krajcsini Verát, Krajcsini Icut és Balogné Jolikát is. Aki a maskarákat látni akarja. Aki itt van, az a ne menjen. Aki nincs itt, az is mind megjelenjen. Elegünk van már a télből, hóból, fagyból, hideg szélből. Jöttünk vígan maskarába, télbosszantó maszkaválva. Szóljon zene síppal, dobbal, fusson a tél vándorbottal. Jöjjön tavasz hívó szóra,
házunk előtt nyíljon rózsa. Aki itt van, mind arra vár, kezdődjék már a karnevál. Táncra, táncra, nyugdíjasok! Daloljatok, vigadjatok! Itt a farsa, haja fúj, ne legyünk most szomorú, mert a farsa februárban nagy örömet ünnepel, múlik a nép, haja fúj, s jön a tavasz alakból. Elmúlik a nép farsa, de mi nem búsulunk. Búsulnak a lányok, ettől a sok búsulástól ráncosak volt szájuk. Elmúlik a farsa, de mi nem sirassuk, majd jövőre a klubban jobban megtanuljuk. Sirassák a lányok, ott van maradásuk, kinek a nagy mélyektől piros az orcájuk. 10 keresztől 40 napig mulatkoznánk a hírfagyatóival. Farsan fagyja érkezett, táncsal tenni már farsang fánkja illatozik, orrunk, gyomrunk, vágyakozik. Nagy bőjt előtt farsang farka, haca szári három napra. Kövér csütörtökre már véget ér a karnevál. Nagy bőjt után fogyókúra, jövőre meg, kezdjük újra. Ó, ó, farsang, te kedves mulató idő, közeleg ránk a sanyarú esztendő. Ezért ide közétek, most bekopogtunk, talán egy kis harapnivalót mi is kapunk. Jó lesz nekünk kolbász és szalonna. Nem diétázunk mi még annyira, de elfogadunk egy kis borocskát, mert minket a sok kántálástól már a hideg is ráz. De azért elszényt is nyitogassatok, és nekünk egy-két garast is adjatok. Ha nem adtok szalonnát, farkaskorgya el a tisztáját, ha nem adtak tojáskát, görény vigyel a tyúkját, ha nem adnak, visszatérek, dűlöm a kemencéket. Ha adtak szalonnát, ahányszor a szalka megbillenti a farkát, annyi 20 000-es üsset kigyelmetek marad. Összegyűltünk farsangolni, vidám táncot járni. Elmondjuk a mondókánkat, tessék van most mulatni. Zene szóra, ének szóra, kinek-kinek kinti párják, kettőt jobbra, kettőt balra, járjuk el a csárnást. Utoljára annyit mondok, maradjon otthon a gond. Most egyedül nagyobb kiáltok, jó mulatást kívánok! Köszönjük szépen ezt a kis kántálást, és következőben szeretném bejelenteni a Dálma Dance Mazsorat csoportjának műsorát. Köszöntöm én is Önöket! A Dálma Dance Klub mezőtúri tagozatának műsorát tekinthetik meg a következő percekben. A Dálma Dance Klub 1998-ban alakult meg Györfi Dálma vezetésével. A jelenleg 42 településen működő tánciskolánk több mint 1000 tanulóval már a Magyarország legnagyobb tánciskolájává fejlődött. Iskolánkban modern tánc, show és dance kategóriában hip-hop, mazsorett, twirling és akrobatikus rogi oktatás folyik. Elsőként a legnagyobbakat fogadják szeretettel, a hagyományos magyaros produkciójuk következik, fogadják nagy szeretettel a legnagyobb csoportot.
4 éves kortól jelentkezhetnek az iskolába. A táncosok rendszeresen járnak hazai és nemzetközi versenyekre, fesztiválokra. Több nívódíjas és magyar bajnok csapatok is vannak. Rendszeres fellépői a TV csatornáknak. A következő, a kisebbek, Nox magyaros produkciója. Fogadják őket is nagy szeretettel. Azóta töretlenül várja a táncolni vágyó fiatalokat. Mezőtúron jelenleg 2 korcsoport működik. Minden héten, keddi napokon a közösségi házban zajlik az oktatás. A következő tánc a Charleston. Thank you.
mezőtúri csapatok évente 4-5 versenyen vesznek részt. A tavalyi évben összesen több mint 30 érmet szereztek. Legutóbb marfű méret tettek meg magukat, szép eredményeket értek el, melyekhez szívből gratulálunk. Latin dallamokat felidéző produkció következik, Señorita. Köszöntsük a színpadon Juhász Rékát, aki szóló produkcióját táncolja el nekünk. Let's go.
A következő egy duó produkció. Fróna Réka és Lovas Léla előadásában. Fogadják meg szeretettel őket. Ahol a táncosok játékbabák és egy kislány ébreszti fel őket. Fogadják szeretettel ezt a produkciót is. Thank you.
Színpadra, ők már több mint 10 éve táncolnak. A pompomos számukat mutatják be. Bang, bang, bang.
Dalma Dance Club mezőtúri tagozata köszöni megtisztelő szíves figyelmüket. Nagyon köszönjük szíves meghívásukat. Záró műsorszámunk a Csókirály. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Védelmi szervektől egy verset fog mondani, következőben pedig magyar nótát fog énekelni Gajdos Edit, szintén a fegyveres erők és rendvédelmi szervektől. Utána pedig a Kengyeli Ne Felejts Klub
fog következni, és akkor kérem, hogy menjetek öltözni. István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, az eres és ráncos kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket. Nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket. Csókoljátok meg a rántos kezeket. Öleljétek meg az öregeket. Adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget. A vigasztalóik ti legyetek. Nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne rakjátok őket szűk otthonukba. Ne tegyétek őket otthonukba. Hallgassátok meg a panaszokat. Enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok. Legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, amikor Isten közéjük ültetett. Azért kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. És mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek a gyereket, szeressétek az öregeket. Köszönöm a figyelmet. Szeretettel köszöntök mindenkit, fogadjátok szeretettel ezt a pár nótát. És aki ismeri, akkor énekeljük együtt. Köszönöm. Jobbra a másikra.
Thank you.
szépen a Borsi Balázsnak a versét és a Editkének az énekét, és akkor most következik a Kengyeli Ne Felejts Klub.
ezt a kis fergeteges kis kákkánt. Hát hiába, ugye minden kornak megvan a maga szépsége. Ők így, de jó, egy kis vidámságot varázsoltak ide. Ezzel műsorunk végére is értünk. Ugye, mint az a meghívón, írva is vagyon, az ebéd fél egykor lesz, tehát akkor ebéd után pedig a jelmezesek felvonulása veszi a kezdetét. A jelmezeseket a felvonuláskor Boldogné Erzsike köszönti őket, akiknek majd ők szépen bemutatkoznak. Az ebédhez én kívánok mindenkinek jó étvágyat, úgyhogy fogyasszuk jó étvágyal, és ezt a kis kontyalá való hörpítsünk le az egészségünkre. Köszönöm szépen! Yeah.
És ez a csapat a mai napig együtt dolgozik. Hajrá!